Sziasztok! Ez a videó a tunéziai útról szóló videómhoz lesz egy kis kiegészítés, úgyhogy ha azt még nem láttátok, akkor mindenképpen nézzétek meg. Már ott is említettem, hogy készítenék egy külön videót a piacról, az ottani élményekről, meg hogy miket vettem, kaptam az út során, úgyhogy ez fog most következni. Kicsivel több mint egy óra szabadidőnk volt az óvárosban, a Medinában vásárolgatni a piacon, és hát az nem túl sok, tekintve, hogy ott a kultúrának a része az, hogy nagyon-nagyon erősen kell alkudozni. Ez egy teljesen bevett dolog, nincs benne semmi sértés vagy ilyesmi, ez abszolút a kultúrának a része. És gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy amikor megkérdezed valamiről, hogy mennyibe kerül, akkor nem mondanak neked egyből egy árat, hanem visszajönnek egy számológéppel, amiben beütnek valamilyen számot, megmutatják, te vérig sértődsz, te is beírsz egy számot, aztán ők sértődnek végig, és gyakorlatilag az egész sokáig így zajlik, gyakorlatilag egy ilyen teljes színészi performance-t kell létrehozni, még végül meg tudsz venni valamit, úgyhogy elég időigényes dolog, azt kell, hogy mondjam. Én szerencsére már viszonylag felkészülten érkeztem, ugye már tudtam, hogy mire kell számítani, de azért nagy kihívás volt így is vásárolni. Az első dolog, amit vettem, az kettő darab kendő volt. Ennek a kendőnek azonnal megtetszett a színe, ugyanis ilyen szürkéből rózsaszínbe színált menetes, és mivel ilyen kicsit fénylő az anyaga, ilyen, nekem ilyen nagyon kellemes kis ilyen metálos hatást jutott eszembe, úgyhogy ez nagyon tetszett, és ugyanezt megvettem a barna verzióban is, ezt anyukámnak szántam, de azért már mind a kettőt megmutatom neki, de anyu léci, ezt válasz, mert ez nekem jobban tetszik. Ezeknél a kendőknél a kezdőár 38 dinár volt, ami nagyjából 3800 forint, és végül 12 dinárért tudtuk megvenni őket. Virág is vett ugyanilyen szürkét, meg egy másik fajtát. Nagyon megtetszett ez a kis összekulcsoló kezet ábrázoló karperec a piacon. Ugye ez a kéz dolog, ez egy visszatérő motívum, ugyanis Fatima keze egy ilyen védelmező amulett szimbólum az iszlám kultúrában, az iszlám vallásban, úgyhogy nagyon sok ehhez hasonló dolgot lehet találni, és ez nagyon megtetszett nekem, úgyhogy Virág is, meg én is vettünk belőle egyet, úgyhogy ez a mi barátság karkötőnk, úgyhogy fel is veszem, remélem rajta is rajta van, de nekem nagyon tetszik. A következő dolog argánolaj, vettem ilyen 100%-os argánolajat, ugye Tunéziában rengeteg argánfa van, és a kozmetikumokba bekerülő argánolaj nagy része egyébként, ha jól tudom, Tunéziából származik, ezt lehet használni a száraz bőrre, száraz hajra, töredezett hajvégekre, úgyhogy így gondoltam, hogy ez mindenképpen hasznos, meg praktikus lesz. Szerintem egy ilyen szuper szuvenír és ajándék egyben az a kis 5 darabos fűszerkészlet, amiben van sáfrán, hú, ezt még mindig nem néztem meg, hogy micsoda, köri, kömény, illetve harissa, ami egyfajta ilyen csípős paprika, ha jól tudom. Ebből vettem kettőt is, mert azt gondoltam, hogy ez így jó ajándék is lesz, meg ugye otthonra is jó egy belőle, de rengeteg fűszert lehet venni ott a piacon. Ja, egyébként, ami a legviccesebb, hogyha bárhová mész külföldre, ilyen piacra, akkor mindig megkérdezik, hogy hova valósi vagy, hogy honnan jöttél, és amikor mondod, hogy magyar vagy, akkor mindig mondanak valamit magyarul, hogy nem tudom, biztos, hogy így szimpatikusabbak legyenek. És Tunéziában mindenki azt mondja, miután megmondom, hogy Magyarországról jöttünk, hogy szervusz, vizibusz. Annyira vicces, biztos tök régen valaki ezt egyszer megtanította, és gondolom így ez így jár egymás között, hogy a magyaroknak ezt kell mondani, és mivel baromi vicces, legalábbis én mindig nevettem rajta, gondolom, ez alapján meg ez egy megerősítés számukra, hogy ezt kell mondani, mert ez így bejön a magyaroknak, úgyhogy nagyon vicces, illetve meglepő módon sokan mondták azt is, hogy Dr. Bubó. Nem tudom, hogy ezeket kitanítottad, de lehet, hogy egy kis vérfrissítés ráfér. Mivel a piacon nem volt annyira túl sok időnk vásárolni, ezért az utolsó napon, amikor már mentünk a reptérre, még megálltunk egy Carrefourban, ami gyakorlatilag olyan, mint egy ilyen helyi Auchan, és ott is vettünk jó néhány dolgot. Vettem egy ilyen kis pisztáciás édességet, amiben nem tudom, csak a pisztáciát tudom, hogy a pisztácia biztos van benne, de a többi dolgot nem tudom. A legtöbb felirat franciául van rajta, ugyanis Tunézia régen francia gyarmat volt, úgyhogy franciául beszélnek nagyon-nagyon sokan. Angolul is meg tudod értetni magadat, hiszen rengeteg turista van, de a franciával lehet szerintem így a legjobban járni, úgyhogy franciául tudok előnyben. A következő dolgot teljesen csak poénból vettem meg, mert iszonyatosan vicces, kakis, az a neve.
ennek a kis ilyen sós kekszerűségnek, vagy valami ilyesmi. Én gondoltam, hogy annyira vicces, hogy ebből is vettem egyet. Vettem a Harisszából egy ilyen kis üveges verziót is, ami egy ilyen erős pista jellegű kis csípős dolog, úgyhogy gondoltam, hogy a helyi ízeket becsempészem otthonra is. A datója szintén egy ilyen kötelező dolognak számít, úgyhogy vettem belőle egy ilyen kis dobozkával, ez is szerintem. Én amikor megyek valóvá külföldre, akkor leginkább kaját, meg ilyen kaja jellegű, ehető, fogyasztható dolgokat szeretek ajándékba hozni, mert szerintem ezek működnek a legjobban. Úgyhogy vettem még ilyen kis üveges kávét is, valamint szálas teát, ez fekete tea, azt hiszem, és egyébként többször is ittunk teát, és a Tunéziában nagyon más a tea, mint amit mi szoktunk inni. Sokkal kisebb poharakból isszák, és nekem az volt meglepő, hogy nem volt belerakva semmi cukor, meg semmi, de mégis már önmagában teljesen édes volt, úgyhogy nagyon érdekes. Úgyhogy remélem, hogy ez is így fog működni, de lehet, hogy van valami speciális elkészítési módja, azt nem tudom. Az első szálláson, a Hasdrubal Hotelben, amit már emlegettem nektek az előző videómban is, olyan aranyosak voltak, hogy ott is kaptunk egy ajándékcsomagot, kaptunk egy ilyen kis hagyományos kinézetű pénztárcát, illetve egy üveg olívaolajat is. Én nem nagyon szoktam olívaolajat fogyasztani itthon semmilyen formában, úgyhogy nagyon meglepett, hogy Tunéziában annyira finom tényleg az olívaolaj, hogy csak sima zsemlét mártogattam bele, és úgyis iszonyatosan finom volt, úgyhogy igyekszem majd itthon is többször használni, és amikor odaadták, ezt külön kiemelték, hogy ez sokkal finomabb, mint az olasz olívaolaj, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Mindenképpen szerettem volna venni valamilyen szalmatáskát, de ezzel meg is előztek, ugyanis kaptam egy ilyen nagyon szépet, nagyon örülök, mert ez sokkal jobban tetszik, mint bármelyik, amiket láttam a piacon, úgyhogy egyből ezt hordtam is magammal, meg az egyik képen láthattátok is. Kaptunk egy ilyen nagyon aranyos kis édességválogatást, amiben 6 finomság volt. Az egyiket muszáj volt most megennem a videó előtt, mert annyira megkívántam, és nagyon finom volt, ilyen kis baklava jellege volt, azokat nagyon szeretem, úgyhogy ezek is hagyományos tunéziai édességek, nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik milyen lesz. A már előbb emlegetett Fatima keze újra megjelenik, ez, hát ez ilyen kis díszecske, nem tudom, akár mondjuk egy ajtóra is fel lehetne akasztani, ezt is ott kaptuk. Ez a kék szín egyébként nagyon tetszik nekem, és Sidi Buszaidot juttatja eszembe, tudjátok, az a nagyon szép kék-fehér kis halászfalú. Említettem nektek, hogy biokozmetikumokkal is ismerkedünk, és a Kareszte tulajdonosa olyan aranyos volt, hogy adott nekünk egy ilyen kis kozmetikum válogatást, aminek külön kihangsúlyozta, hogy itt minden 100%-ban kézzel készül, még maga ez a doboz is, illetve az üvegcséken is minden, úgyhogy ebben 5 darab krém kapott helyet. Azt hiszem 3 arcmaszk belőle, van pattanásokra, miteszerekre, sötétkarikákra, illetve 2 arckrém. Annyira jó pofa egyébként, nagyon tetszik ez a kis háromszögletű forma, illetve a tetején a kupak is annyira szépen van megcsinálva, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz. Ha érdekel titeket egyébként, akkor majd megkeresem a weboldalát, vagy az Instagram oldalát, és belinkelem a leírásba. Én bárhova utazok, nekem mindig elmaradhatatlan, hogy vegyek kulcstartót és hűtőmágnest, szóval abból is beszereztem néhányat, de azokat most nem hoztam el. Na azt hiszem, megmutattam mindent, ezek lettek volna azok a dolgok, amiket vettem, vagy kaptam. Úgyhogy remélem érdekesnek találtátok, úgyhogy ha még nyárra terveztek utazást, és még nincs meg az úti célotok, akkor ajánlom Tunéziát megint csak. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!